Következő témánk a valóság. Köszöntöm vendégemet, Barna Berni író, előadó, terapeuta és a The One című könyv írója. Örülök, hogy ellátogattál hozzánk, és nagyon érdekes témában fogunk beszélgetni. Az írónő kérése volt, hogy egy picit összehangolódunk, mi leülünk, és egy rövid csendet szeretnénk kérni. Köszönjük. Gyere közelebb. Igen. Az a te mikrofonod, igen. Elvélekbe. Csak ne legyél olyan távol. Lélekben közel vagyunk. Igen. Ezért találtalak meg. Hát ez úgy történt, hogy én Kis Balázs Kónónak szóltam, hogy lesz ez a megújulás program. És ő azt mondta, hogy ti, hívd el a Bernit, mert nagyon jó, nagyon jó. Úgyhogy Berni, így kerültél ide. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy meghívtatok is. És azt köszönöm, hogy kaptam ezt a könyvet. Ez a The One. Hogy ugye minden egy. És nekem ez nagyon nagy élményt adott. Biztosan ti is tudjátok, ahogy járunk az úton, ugyanaz a könyv mást mond nekünk. De ebben leírt igazságok, azok most nagyon kapcsolódnak az én bennem megjelenő igazságokkal. Berni, hogy indult ez a könyv? Hogy jött az ötlet? Nem egy tudatos ötlet volt. Én most már nagyon régóta írok. Igazából az életpályámat is, vagy az eddig életpályámat is így átszőtte az írás. Pedig táncoltál? Igen, táncművészként végeztem, táncterapeutaként és különböző alternatív mozgásterápiákkal. De a saját színdarabjaimban, illetve a saját színpadi produkcióimban is sokszor használtam szövegeket, amik ugye elsősorban szép irodalmi szövegek voltak. Olyan rossz, mert hogy így mindenkit szeretnék látni, már egy oda helyezkedni. Szerintem jobb, hogyha ő rájuk nézel, és én néha így kacsintatok. Igen, de hogy így rádisztetett, hogy tényleg mindenkit szeretnék befogni. Befogott hittem, mert hallják a hangot. És pont most kint oda jött hozzám két hölgy, és megkérdezte tőlem, hogy én nem, bocsánat, a két hölgy előtt volt egy másik nagyon kedves hölgy, akivel beszélgettem, és megkérdezte, hogy én mikor indultam el ezen az úton. És nagyon sokszor felteszik nekem ezt a kérdést, és mindig ugyanazt kell válaszolnom, hogy én mindig is úton voltam. És azt gondolom, hogy mindannyian mindig úton vagyunk. Azt, hogy ebben a különböző állomások és hogy azt, hogy értékeljük, és mit jelent számunkra azok színesek és sokszínűek, az szerintem tök jó, és ez így az élet része. De ez nem egy ilyen tudatos dolog volt, mint ahogy a művészeti dolgaim se tudatosak voltak, vagy hát lehet, hogy sokkal tudatosabb volt, mint amit mi a tudatosságról hiszünk, hiszen nem befolyásolta semmiféle ilyen terv, hogy akkor én most így elindulok, és akkor megírom a vánt.
hanem kaptam sugallatokat, jött egy álmom, illetve előtte ezzel nagyon sokat foglalkoztam avval, hogy ez a fajta spirituális dömping, ami így az életünk része most már, ez tulajdonképpen hova vezet, és merre viszi az embereket. És hát ha most a Kunóval ülnék, akivel egyébként nagyon egy húron pendülünk gondolkodásban ezekben a dolgokban, akkor azt mondanám, hogy és így, igen, és így nagyon berágtam erre a dologra, hogy milyen hihetetlen mennyiségű információt és tant próbálnak az emberekre rányomni. És akkor jött az álmom, ahol egy tenger sodott felém egy könyvet, aminek ez volt a címe, hogy Dövan, és akkor az életem eseményei szépen össze is rakták azt, hogy ennek a könyvnek valójában miről kell szólnia. Hát ez fantasztikus. És hogy választottad ki, hogy kik kerüljenek az első könyvbe? Mert ugye, hogy már lesz második, azt is igen, tudjuk. Igen, most írok egy, vagy befejezés előtt áll a következő könyvem, ami az emberi kapcsolatok témáját járja körül, mindenféle tudományos, pszichológiai, szociológiai, társadalmi, tehát mindenféle szempontok szerint, és egy természetesen a saját tapasztalatém szerint, és aztán készül a Dövan második része. Hát szerintem inkább ők választottak ki, mint én őket. Beszorzottad őket. Igen, és erre abszolút bizonyítékot is kaptam a találkozásokban. A találkozásoknál, és mind, tehát ők tudták, hogy én ki vagyok, tudták, hogy mi az én feladatom, illetve meg is kaptam a mestereimtől ezeket a feladatokat, a találkozások és a beszélgetések alkalmával. Valahogy így mindig oda tették elém. Tehát konkrétan Indiába is úgy mentem, hogy egyik nap még nem is gondoltam, hogy Indiába fogok menni. Aztán a másik nap meg volt a repülőjegyem. És hát így mentem mindenhova, Jeruzsálembe, Palesztinába, Európába, de addig is így utaztam. Tehát ahova híváson van, oda megyek. És melyik az a találkozás? De én azt mondom, hogy azért mondd is el, hogy kikkel találkoztál, mert előbb induljunk innen, jó. És aztán, hogy melyik mit adott neked, milyen fölismerést, mert ugye a lényege, azért tetszik ez a könyv, mert a te saját megéléseidet írtad meg. Igen, mert azt gondolom és azt érzem, hogy nincs más út és nincs más, tehát hogy nem lehet máshogy átadni segítséget, vagy segítő szándékot, inkább nevezzük így, csak teljes tisztelettel a másik felé és önmagunk felé. És avval a mi felismeréssel, ami a könyv címe is, hogy én és te egyek vagyunk. Mert ez nagyon könnyű kimondani, viszont nagyon nehéznek éljük meg ezt valójában élni is. És én elhatároztam, hogy én kőkeményen le fogom írni a saját tapasztalataimat, és én nem vagyok már hajlandó hazudni sem másnak, sem magamnak. Mert nem szeretnék valamilyen ilyen gurusított dicsfényben lenni az emberek előtt, és azt sugallni, hogy ez csak bizonyos kiválasztottaknak a privilégiuma, hogy ők megélhetik ezt a fajta minőséget, mert hisz akkor miért beszélünk arról, hogy a valaha földre érkező segítők, tanítók, azok mind és mindig azt tanították, hogy nincs különbség közöttünk. És én ezt éltem is mindig gyerekkoromtól fogva, valószínűleg én szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy olyan közegbe születtem, és a családom az olyan minőséget képviselt, ahol nagyon komoly figyelmet fordítottak arra, hogy ne ítélkezzünk mások
felett, illetve nyilván ugye a művész létem, ahol aztán mindenféle őrület, mindenféle náció és mindenféle személyiség így megtalálható volt, ugye eleve adott egy nyitottságot. Tehát ugye én azért ebből a szempontból előnnyel indultam, hogy nem voltak ezek a mintáim. De ezt tartottam visszatérve a legfontosabbnak, hogy kiméletlenül őszintének lenni. És ezt az életem egyéb területein is. Hát ez szerencsés, hogy a te életed ilyen volt, vagy eddig ilyen, de azért a világ nem ilyen. Tehát gondolom, azok a közegek, ahol te is megfordultál, iskola, igen, akkor nem tudom, hogy munkahely, igen, volt-e, tehát nyilván ott nem ezt tapasztaljuk. Az, hogy mit tapasztalsz, és azt a tapasztalatot, hogy éled meg valóságként, és akkor itt kilukadtunk a valóságnál, az nem ugyanaz. Ugyanis amit te tapasztalsz, az, ahhoz hozzáragadnak a te hitrendszereid, a te mintáid, a te ítéleteid, illetve hozzáragad az, hogy az a tapasztalat ellenkezik a te belső érzéseiddel, és ezért konfliktust hoz létre közted és a helyzet, illetve a tapasztalat között. Ez nagyon nehéz, és nagyon... Tehát én nagyon kemény helyeken jártam életemben, konkrétan háborús övezetekbe is bementem, még hajdan volt, hogy én arról írhassak, illetve most is tervezném, csak nem engednek be. Igen. Igen, mert... Akkor te nagyon bevállalós már vagy. Nem volt, tehát... Ez hajt. Ezután érdeklődsz. Igen, az, hogy bevállalós szoktáktan... Nekem nem jutna eszembe, csak ezért mondom. Persze nyilván, hát nagyon fantasztikus, hogy minden ilyen más aspektust képviselünk, tehát szerintem ez a legjobb a világban, hogy mindannyian mások vagyunk, és mindannyian más tapasztalunk. És az, hogy most ez jó vagy rossz, az annak a függvénye, hogy te belül hol tartasz, illetve hogy hatnak rád ezek a dolgok. Tehát szerintem minden arról szól, hogy rád valami hogy hat. Ha benned beindítja a nyomógombokat, akkor azt ugye te a tanult dolgaid miatt, a tapasztalataid miatt rossznak ítéled. Hogyha valami kellemes érzéssel tölt el, akkor azt jónak ítéled. De mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy túlmegyünk azon, hogy ezt valamilyenné formáljuk magunkba, akkor jönnek az igazi megélések. Én azért nem mondom, hogy bevállalós vagyok, mert az utam, és az, hogy megtisztítottam magam, és félretettem az ítéleteimet, a hitrendszereimet, a múltamat, a fájdalmaimat, az létrehozott bennem egy olyan üres teret, amiben valóban be tudok fogadni másokat úgy, ahogy vannak. Ha nekem hívásom van, mondjuk egyébként ebben az esetben két veszélyes helyre is, az egyik a Szudán, ahol ugye találkoznom kéne egy amerikai missziossal, ezt most már egy éve szervezem, de nem akarnak beengedni. Ez azért nehéz lehet ezt megszervezni, ilyen messzire, és hogy találod meg a... Tudom, hogy kivel van dolgom, tudom, hogy mi a világban éppen az a legaktuálisabb kérdés, vagy abban a közegben, ahol nekem feladatom van, ugye a Vánnál is így volt, ami egyébként több más könyvnek készült, mert ugye az alap elképzelés az volt, hogy a vallások és a különböző hitrendszerek és különböző spirituális és vallási vezetők, azok valóban ők is úgy gondolkodnak el, ugye az élet legfontosabb kérdéseiről, a szeretetről, a hitről, stb. De aztán a könyv teljesen más irányba vitt, és rájöttem, hogy azért, mert nem érdemes
ezekről a dolgokról beszélnünk, addig, amíg nem fedezzük föl saját magunkat, és nem bontjuk le ezeket a hitrendszereket. Amíg hitrendszereid vannak, teljesen felesleges bármilyen kérdést bárkinek feltenned, ugyanis azokat úgy fogod lefordítani, ahogy azok számodra a legmegfelelőbbek, és ahogy az ego számára a legmegfelelőbb egérutat mutatják meg, hogy kimenekülj abból a helyzetből. És akkor az első könyvben nem az lett, hogy a Dalai Lámához mentem, és a pápához, és még egyéb helyekre, ahogy ugye ez folyamatosan szervezés alatt volt, hanem eljutottam az advaita mesterekhez, akik ugye pont azt tanítják, hogy fedezd fel a te igazi önvalódat, hogy fejtsd ezeket a hitrendszereket magadról, és hogy éld meg először önmagadban ennek a teljességnek az örömét, mert hogyha ez megvan, akkor onnantól fogva elkezdhetsz kapcsolódni másokhoz. Mert Kunóval is mindig arról szoktunk beszélni, hogy, és egyébként egymástól függetlenül is írtunk már erről, hogy hát az emberi kapcsolatok az egy ilyen szadomazó klub tulajdonképpen. Én is ezt szoktam mondani. Önként ez szadomazó klub. Most az emberi kapcsolatok teljes válságon van. Úgyhogy igen, ahol mindenki szépen eljátszadozik a saját hitrendszerei szerint, és közben rettenetesen szenved attól, hogy ő mennyire boldogtalan, és nem érti, hogy miért nem vagyok boldog, és a másikat miért nem teszem boldog-e. Hát ezért nem, mert ez kb. Olyan, mintha két ilyen nyakig beöltözött szkafanderes, nem tudom, UFO vagy űrutazó próbálna egymással beszélgetni, és így max így integetni tudnak egymásnak, meg így a felszigen kapargatják a másikat, de az igazi mély kapcsolódás nem tud megtörténni, hiszen önmagammal sem kapcsolódtam. Tehát én hogy akarok valakivel kapcsolódni, míg önmagammal nem tudok kapcsolódni. És hát igazából az életben nagyon egyszerű tanítások vannak. Tehát sokkal egyszerűbbek annál, mint mi azt hiszük. Tehát mindenféle bonyolult technikákkal próbálunk közeljutni saját magunkhoz és egymáshoz, amikor egyszerűen így az van, hogy én neki kéne állni magunknak. Így szokták tőlem kérdezni, hogy mit csináljak, hogy ne szenvedjek. Mondom, hajd abba. A szenvedés. De mit csináljak? Hajd abba. De ennyi a tanítás, hogy hagyjam abba. Igen, ennyi a tanítás. Tehát ennél nem bonyolultabb ez a dolog. Igen, valamit nagyon akartam. Igen, akartam, csak ugye tovább görgetted a fonalat, hogy csak annyit akartam, mert tudod, én csak így adok még ilyen különböző gondolatokat, hogy ez a sok-sok tanfolyam meg technika, ez is beletartozik a nagyvilágba. Tehát tudod, én azzal szoktam magamat nyugtatni, hogy ha valakinek X plusz áfás tanfolyamok kellenek ahhoz, hogy rádöbbenjen, hogy önmaga kell, hogy ezt megoldja, akkor tulajdonképpen eredményes volt a dolog, hogy nem a tanfolyam gondolta meg, szerintem rádöbben, hogy ugyanott tart majdnem ahol előtte. Ez olyan, mint amikor valaki rosszul érzi magát. Tehát, hogyha rosszul érzi magát, és elmegy mondjuk, mert ő csak, mint olyan a Hawaii-szigeteken tudja kikapcsolni a gondolatait, és elmegy oda, és rádöbben, hogy ugyanazok a gondolatai megvannak, akkor tulajdonképpen ez megérte, mert már közelebb került az igazsághoz. Azt gondolom, hogy igen. Ez valóban így van, és nem lehet meghatározni, hogy most ki milyen úton fog eljutni ezekhez a dolgokhoz, és kinek milyen labirintusokba kell bolyongani addig, amíg aztán egyszer kijön a fényre. Ez nyilván egyedi és mindenki számára más. Viszont azt is gondolom, én ezért ezekben a dolgokban egy kicsit szigorú vagyok, hogy nagyon-nagyon nagy felelősség az embereket vezetni. Hát az a másik oldal. Igen. És én értem, hogy itt mindenki tanul, és mindenki úton van, és mindenki próbálkozik itt a nyakik, akiból kijönni, hogy egyszer végre azt mondhassa, hogy boldog vagyok, vagyis ne azt mondhassa, hanem élhesse is, hogy boldog vagyok.
De azt gondolom, hogy akkor is felelősség hárul ezekre a dolgokra, ezekre az emberekre. És ez egy nagyon fontos és kardinális kérdés, mert ez megint egy olyan pont, ami az egész életünket meghatározza. Hogy miféle spiritualitásról beszélünk addig, amíg nem vállalunk felelősséget egymásért. És ez nem csak spirituális kérdés, hanem az egész társadalmunkat meghatározó kérdés, hogy egész egyszerűen beszélünk a szeretetről, meg a megvilágosodásról, meg az ilyen, meg olyan technikákról, meg a jövőről, meg a múltról, meg a nem tudom, ilyen már mindenről beszélünk, és már mindenbe kutatni akarunk, és a csillagokban, és mindenhol, és látni akarjuk a jövőt, és közben az alap dolgok, mint a megértés és a szeretet, az így nincs rendben. Tehát, hogy milyen spiritualitásról beszélünk, amíg nincs rendben a megértés és a szeretet, amíg nem vállalunk felelősséget egymásért, és amíg nem hozunk felelősségteljes döntéseket az életünkben. Tehát én kicsit úgy látom ezt, itt, ezt az egészet, mint egy ilyen óriási nagy játszóteret, ahol soha fel nem nővő gyerekek játszadoznak egymással, és akkor így senki nem érte, hogy Pistike miért húzta meg a hajam, meg nem tudom én, Juliska miért hagyott el, vagy fordult el tőlem. Hát ezért nem, mert végre fel kéne nőni. De úgy gondolom, hogy nekem ez a könyv ugye abban segített, vagyis nem se, hát segített végül is, hogy kimondtad azokat, amiket én is így gondolok, hogy ugye ezt annyiszor elmondjuk, de én saját, tehát most én magamból indulok ki, nekem ezek a mondatok, amiket már most elmondok, 8 évvel ezelőtt is értettem, de nem azt értettem belőle, amit most. Tehát ugye ugyanaz a szó, mondat, kijelentés, ahogyan fejlődünk, ahogy közelebb kerülünk önmagunkhoz, mást fog adni. És igazából hát odáig akarok kilukadni, hogy a könyv alapján teljesen elkalandoztam más irányban, mert azt sem tudom, hol akartam kikötni, hogy nem baj, igen. Tök jó lesz. Hogy az a lényeg, hogy én megmaradjak annak, aki vagyok, és fogadjam el a többieket olyanoknak, amilyenek, és nem az a megoldás, hogyha egy helyzet nem tetszik, akkor hátat fordítok és elszaladok, hanem az a megoldás, és az segít a változásban, és az segít másoknak, hogyha én megmaradok békében, az én belső békémben, és benne maradok a helyzetben, de nem veszem föl a boxkesztyűt. Mert ez az, ami átminősíti az emberi kapcsolatokat. Mi erről a véleménye? Nem, hogy nem veszed fel a boxkesztyűt, mert olyan is van, hogy az ember felveszi egyébként. Most nem azt mondtam, hogy ne álljak ki magamért. Igen, nem. Tehát lehet szeretettel kiállni magamért. De hogy ez azt jelenti, hogy az emberi minőséget, tehát nem arról szól, hogy akkor fosd el az emberi minőségeire. Tehát én például így, úristen, de szoktam kiabálni. Tehát én sírni is szoktam, és veszekedni is szoktam, és volt olyan nem végig, hogy odavertem egy tányért. Pedig bejártam a félvilágot, és a legnagyobb mesterekkel készítettem interjúkat, akik ráadásul rá is tettek az utamra, és meg is mondták, hogy mi a feladatom. Meg kell élni az emberi minőségeket bátran, a szenvedélyeinket, a sugallatainkat, az érzéseinket. Viszont nem mindegy, hogy milyen minőségből és aspektusból éled meg ezeket. Nem mindegy, hogy megfigyelőként tudsz-e jelen lenni bármilyen helyzetben, vagy belekevered. Saját magad megfigyelőjeként is. Saját magad és a helyzet megfigyelőjeként. Tehát egész egyszerűen, amikor rájössz arra, hogy lényegében én csak azért félek, hogy ítélek meg dolgokat, mert attól félek, hogy mi fog történni, vagy hogy mi lesz ennek a kimenetele, amikor rájössz, hogy ez egy óriási nagy baromság, ugyanis a világ szempontjából
teljesen mindegy, hogy mi fog történni. Alapvetően a te szempontodból is teljesen mindegy, hogy mi fog. Tőlem ugye meg szokták kérdezni, hogy és te tényleg bementél a szarajevói háborúba? Igen, bementem. Te nem féltél, hogy meg fogsz venni? Miért, mi lesz akkor, ha meghalok? Meghaltam és kész. Tehát, hogy a gondolataink, a félelmeink, amit a történetek, amiket hozzáragasztunk ezekhez a dolgokhoz, azok teszik ezeket ennyire elviselhetetlenné és borzalmassá. Így van. Igen. Tehát, hogy egész egyszerűen hagyd abba az önmagadnak való mesélést, hagyd abba a variálást, hagyd abba a kombinálást, meg a megfelelni akarást. Megfelelni akarást. Meg egyébként önmagunknak. Ne akart kitalálni, hogy itt mások mit éreznek, vagy mit gondol. Tehát, hogy így felejtsük már ezeket a dolgokat. Tehát egész egyszerűen mindenki hagyd gondolkodjon már úgy, ahogy ő akar. Meg hagyd éljen úgy, ahogy ő akar. Tehát nekem nem feladatom kitalálni, hogy ez a másik szerencsétlen, ez mit akar, mit érez. És akkor így összevariálni, és kombinálni, és erre kitalálni egy teljes történetet, és a másikat konkrétan sokkolni avval, de én tudom, hogy te ezt érzed, és ezt gondolod, nem, rohadtul nem tudom. Tehát még én sem tudom, és Mogyi sem tudja egyébként, és egyik mester sem tudja, és nem is feladatunk tudni ezeket a dolgokat. Nekem az a feladatom, hogy én megfogjam az másik ember kezét, és így az, igen, és azt mondjam, hogy figyelj, itt vagyok veled, itt fogalmam nincs a lényedről, de megpróbálok megérezni. És megpróbálok szeretni, és megpróbálok elfogadni úgy, ahogy vagy. És tudom, hogy ezek ilyen nagyon rágott dolgok, és most azt feltettük tőlem, hogy majd így jövök a nagy spirituális megvilágosító mondatokkal, ennyi az üzenet. Tehát nincs ennél több üzenet, ez a legfontosabb az életünkben. Igen, az az egy, hogy ez a mai nap ugye út önmagadhoz, ugye ez volt a fő cím, és tulajdonképpen azért örülök, hogy te itt vagy, mert te ezeket a sok-sok sallangot, meg ezt a sok-sok cikornyás mindent, amit így szavakba el lehet mondani, ezt te így leegyszerűsíted. Hagyjuk abba az emberést, és legyünk önmagunk. De hogy ez nem azért van, mert én magam egyébként nem jártam végig ezeket az utakat, tehát én évekig variáltam össze-vissza én is mindennel, amit csak el tudtok képzelni. Tehát én végig jártam ugyanazokat a dolgokat, amiket valószínű, hogy ti is végig jártatok. És én is rohangáztam mindenhova, és hívogattam mindenkit, hogy de akkor most mondjátok meg, hogy mi van. És én is persze bennem is ott volt ez a fajta akarás, elkeseredettség, gőg, csalódás, félelem, minden ilyen aspektus megértelem. Tehát én sem szuperhősnek születtem, hanem egész egyszerűen meguntam egy idő után a saját hülyeségeimet. Tehát röviden összefoglalva, nagyon spirituálisan szeretnék fogalmazni, akkor egyszerűen akkor fogsz megvilágosodni, hogyha véglegesen eleged van saját magadból. Tehát amikor már annyira berágtál magadra, hogy azt mondod, hogy így na jó, akkor így elég volt, és most persze viccesen fogalmazunk, belehaltam ezerszer én is, volt, hogy konkrétan belehaltam, tehát én kicsit viccesen írtam is a könyvben, hogy hát is sokan azt kérdezi tőlem, hogy hogy lehet egy év alatt háromszor meghalni és úgy elszületni, mert hogy nekem ezt is sikerült produkálnom egy év leforgása alatt. Mert nyilván azért ezeket a nagyon mély szenvedéseket én is megéltem. Onnantól fogva változott meg valójában az életem, és onnantól fogva tudtam már ennyire egyszerűen átadni ezt az embereknek, hogy abba hagytam a magyarázatokat, a megmagyarázást önmagamnak, és átadtam magam az utamnak és a feladatomnak. Ez jó, mert tulajdonképpen most azt akartam volna tőled kérdezni, hogy mit tudsz nekünk mondani, vagy azoknak, akik téged hallgatnak, hogy mit tegyenek. Mert azért csak tele vagyunk a saját kis programjainkkal, és hogy tudjuk a félelmet letenni? Mondjuk én úgy érzem, hogy én nagyon sokat léptem ebben az úton, ezen az úton előre, tehát
én elfogadom azt, hogy úgy van minden, akár ebben a programban is, ahogy lennie kell, de mit tudunk mondani másoknak, hogyha nem az elképzeléseik alapján történnek a dolgok, hogy fogadják el? Ugye itt, amit mondtam, hogy akkor ne csinálj semmit, csak hagyd abba. Tehát ugye alapvetően ez a legfontosabb üzenet. Az, hogy ehhez milyen úton jutsz el, az egy másik kérdés. Az első könyvemnél is, és a második könyvemnél is, ahol az nagyon komoly szakemberekkel is beszélgetek már. Azért mondd el, hogy kikkel találkoztál. Az első könyvben? Az első könyvben találkoztam Brácsóval, a némagyógyítóval. Arról mit tudnál nekem mondani, mert én nem találkoztam még vele. Nagyon sok út szerveződik ő hozzá, és nem tudtam elképzelni, hogy nekem oda, tehát én úgy éreztem, hogy nekem nem kell elmenni, uh-huh. de a könyved alapján uh-huh. most már kíváncsi lennék. Hát ő is igazából rám talált, tehát valahogy itt konkrétan hiszem úgy volt ez a dolog, hogy felhívott egy barátom, hogy akkor figyelj, holnap megyünk Bécsbe, jól megyünk Bécsbe, hova megyünk hozzá, tehát így kb. Ez a dolog így felott. Nem tudtam róla nagyon semmit. Ugye írok is a könyvben arra, hogy nagyon vicces volt, mert ugye akkor még nem kis teljesített ki előttem ez a... De meg utána térjünk vissza az előző kérdésedre, ezt nem felejtsük el, mert úgy érzem, hogy itt lelkek sikítanak a válaszére, és megpróbálok válaszolni, mert milyen úton jussunk el. És hát tudom, hogy igazából hozzá ezért kellett mennem, mert a buszon egy lány konkrétan így arcba vert egy ilyen nagy táska, fekete táskával, de tényleg, tehát így elsodort, és hogy magamhoz tértem, az volt ráírva a táskának az oldalára, hogy Duan. És akkor kezdődött el azt, hogy nagyon erősen elkezdtem kapni a jeleket a könyvvel kapcsolatban és ebben az úttal kapcsolatban. És hát így a Brácsóhoz való utazásban is ott volt ez a jel, utána találkoztam vele, volt is vele alkalmam személyesen találkozni és az asszisztensén keresztül beszélgetni, úgy, hogy egyébként senkit nem fogadnak, tehát azért ezt tudni kell, hogy azokkal az emberekkel, akikkel én találkoztam, ez számomra is nagyon megrendítő élmény volt, mert azért, tehát ők ilyen személyes audienciára nem nagyon fogadnak senkit. Nyilván ugye ott vannak a nyílszáztánok, ahol lehet felül találkozni. De én valahogy tehát mindenkivel találkoztam, mindenkivel tudom, hogy miért kellett találkoznom, és személyesen fogadott. Úgyhogy Brácsó volt az első, ugye nem mond semmit, nem tanít semmit. Ő áll a színpadon, és ugye fizikailag azt mondanánk, hogy így nézi az embereket, de hát ugye nyilván energetikailag nem ez történik, hanem nagyon mély tisztításokat hoz, és azért voltam rá kíváncsi, mert arra voltam kíváncsi, hogy valaki szavak nélkül, hogy képes ilyen energiát átadni, mert hogy pontosan azt gondolom, hogy ez a... Tehát akkor voltam ott, hogy ez a nagyon sok szó, nagyon sok tanítás, nagyon sok okosság, tehát hogy itt torkig vagyok ebben a dologgal, és egyszerűen csak így át akarom élni és érezni akarom ezeket a dolgokat. És ugye ezért is lett a fejezet címe az, hogy a csendmestere, mert abban a csendességben minden olyan tanítás és szeretet benne volt, amire azt gondolom, hogy mindannyiunknak szükségük van. Aztán tovább haladva az utamon részt vettem tradicionális indián beavatásokon, egy indián sámánnővel. Az is nagyon tetszett. Igen, ami, hát ezt nem írtam le részletesen a könyvben, majd a másik könyvben fogom talán leírni, mert ugyanis két beavatásom is volt nála. Vele egyszer találkoztam külföldön, és csak úgy csinál beavatásokat, ha ő hív magához. És
Hát ez nagyon személyes élmény, de most mindegy, most már akkor elmondok ilyen személyes dolgokat is, de a könyvben azért szándékosan nem mentem be ennyire. Nem akartam, hogy így teljes, tehát hogy így felém tolódjon el a figyelem ebben a dologban. Tehát, hogy nem, és ezért voltam óvatos. És de ez nem baj szerintem, mert a te példád az, ami nekünk segíteni fog. A szavak nem biztos, hogy segíteni. Mert én most hiába mondom valakinek, de te hogy csinálod, és hát ha nekem is valahogy sikerült. Szóval kaptam egyszer egy talizmánt, ez egy kicsit ilyen misztikus történet, egy saori mesternőtől, akivel volt egy ilyen több rétegű utazásom, tapasztalatom, illetve nekem gyerekkoromat az nagyon komoly álmaim vannak így a saját utammal, meg minőségemmel kapcsolatban. Egyébként a VAM második része az az élet-halál újjászületés kérdése körül fog. Ez izgalmas. Igen. Nem is tudom, mit akartam, ez, hogy ebben a témában fog majd megszólalni. És hát kaptam ezt a talizmánt, amit akkor a mesternőm arra kért, hogy mindig tartsak magamnál. És egy külföldi utazásom alkalmával, nem mondhatom el, hogy mi a talizmán neve, mert hogy ezt csak én tudhatom, de benne van a szél szó. És az egyik ilyen nagyobb utazásom alkalmával, volt egy nagyon szép tapasztalatom, mert ugye ezt így magamnál adtam, de sose tudtam, hogy hol van. Tehát állandóan valahol így el volt dugva. És volt egy olyan élményem, amikor konkrétan a testemben éreztem a szélnek a minőségét. Ez egyébként a Himalája lábánál volt. És akkor megszólított engem ez a talizmán. És rá nem sok idővel egy másik helyszínen találkoztam egy indián sámánnővel, és aztán rá megint csak időre magához hívott, és akkor megkaptam ezeket a beavatásokat. Az egyik az egy energiaszálak tisztítása volt, amit tovább is adott nekem, tehát kért arra, hogy ezt majd csináljam, és adjam át az embereknek. Úgyhogy lesz majd ebben kapcsolatban egy elvonulásom is. A második pedig a tradicionális indián beavatás volt, mert az indiánok azt mondják, hogy mindenkinek van egy totem állata, és a totem állatnak a megismeréséről szólt. Nagyon szép élmény volt, és akkor tapasztaltam meg ezt, amikor éltem is azt, hogy minden egy, tehát hogy kapcsolódnak egymáshoz a dolgok, hogy kapcsolódnak egymáshoz a földi és az égi energiánk, és ugye ez volt az első ilyen nagyon komoly tanításom, és akkor mentem tovább, akkor eljutottam Indiába a Mojihoz, aki személyesen fogadott. Még az túlzás, hogy az első találkozásom egy fogadás volt, mert ezért lényegében egy ilyen nagyon kalandos utazás után én a karjába zokogtam másfél órát, meg simogatott, és puszilgatott, és nyugtatott, tehát konkrétan ez volt az első találkozásom. Egy ilyen, mint egy három éves gyerek így az orromat, épp hogy az orromat nem fújta ki egyébként, tehát nagyon cuki volt, de ez ilyen nagy mackó, úgyhogy iszonyú jó vele találkozni, de ez nem egy síron őt kapott, hanem kettőt, mert a legjobb barátnőmmel voltam vele, úgyhogy így nagyon jót kacagott, mert azt mondta, hogy itt mindenki a világ részéről ilyen sorsolásokon vesz részt, hogy vele találkozhasson és feltesse a kérdéseit. Ezt képest most itt ül két bőgő, akik semmit nem tudnak tőle kérdezni, és ettől lett egy ilyen nagyon mély és őszinte és nagyon szeretetteljes kapcsolat közöttünk. Egy nagyon mély beszélgetés, ez kint történt Indiában, egyébként ő végig egy ágyon feküdt, mert ugye tehát azért ő se úgy kezdte velünk valahogy, tehát én nem ilyen hivatalos mondta, hogy annyira fáj a dereka az egész nap hosszasztangoktól, hogy nem bánjuk el, hogyha ő fekszik, tudnék ütött mindegy, azt se tudjuk, hogy hol vagyunk, tőlünk ő bármit csinálhat, hogy így kezdődött a mi kapcsolatunk. És hát aztán tulajdonképpen a világon egyedülálló módon nekem adott először ennyire hosszú interjút, ami a könyvben le is van írva, igen.
És ez voltam Gangajinnél, aki hát őt imádom, ő egy tündér, illetve Ellie Jackson Beernél, aki meg az igazi ilyen helyrapakolós apukámnak tekintem. Most erről egy pár szót mondj már, mert azért azt tetszett, hogy ott azt érzed, hogy ott akkor így összeomlottál. Most akkor hogy legyen tovább? Hát minden tanítóval, bár ők utálják, hogy ezt mondom, de ugye vannak, amik, tehát néhány, tehát muszáj szavakat használni, mert nem lehet mindent kifejezni. Hát ugye Moji ez az apai minőség volt, ez a ölelj át, hadd sírjak, hadd legyek kislány. Hát ez egy nagyon-nagyon mély szeretetérzés volt, amikor kijöttem tőle egyébként, akkor konkrétan olyan szinten rendített meg és szedett ki belőlem mindenféle ilyen felépített dolgot a csupán a jelenlétével, hogy majdnem ott álljultam el az indiai utcán. Mondjuk volt, hogy el is álljultam, de ez más miatt ez egy saját beavatás volt. Igen, a Gangaji, hát ő abszolút a női minőség, akivel Berlinben találkoztam és beszélgethettem vele, és nagyon érdekes volt a találkozás, mert ugye a találkozó előtti estéig nekem, én nagyon kiborultam. Tehát én nem bírtam magam összeszedni, már nem tudom, hogy mi történt, de hogy igazán is sikerült beletűznöm az ilyen emberi minőségembe, és másnap reggel indultam Berlinbe, indult a gépem, ehhez képest azt hiszem, hogy éjfélkor kaptam egy levelet Gangajitől, hogy mégse fogad. Ezt mindezt hosszas levelezések után. Utána másfél órát zokogtam, és aztán leültem, és azt mondtam, hogy akkor most mi van, és akkor értettem meg, hogy, hogy ők érzik, hogy én hogy vagyok. Vagyis, hogy nem vagy jól. Igen, őrizik, hogy vagyok, tudják, hogy ki vagyok, tudják, hogy mi az én feladatom. Tehát kicsit úgy éreztem, mint ilyen megfigyelés alatt ennél tartom. És hát rohadtul nem fognak engem fogadni, hogyha én itt hisztériázom, és egyébként ki vagyok valami borulva. Tehát ez nem az a minőség, ami ide elég lesz. És akkor így leültem, és rendbe raktam magam. Ezért hozzáadatozik az, hogy ezért most már 10 éve meditálok rendszeresen. És hát nagyon vicces volt, mert a másfél órás meditáció végén Gangaji írt nekem egy levelet, és annyi állt a levélbe, hogy oké, holnap várnak, most már rendben vagy. Tehát ő tudta, hogy én tudta, hogy én hogy vagyok. Tehát éreztem, hogy most már a meditáció végén már talán és aztán vele is egy fantasztikus beszélgetésem volt, ahol ki konkrétan megfogalmazta, hogy mi a szép feladatom. Azt mondta nekem, hogy menj és mondd el az embereknek azt, ami kimondhatatlan. Mondta neki, hogy tök jó, tehát ennél ez a feladatot nem is kaptattam volna, hogy mondd el, ami kimondhatatlan. És aztán ugye utána volt, utána találkoztam Elivel, ő Gangaji feles férje, aki egy ilyen nagyon kemény tanító, tehát ő írt egy fantasztikusan jó könyvet, az a cím, hogy mit akarsz valójában, sajnos Magyarországon, magyar nyelven, bár megjelent, de nem terjedt el. Azt gondolom, hogy azért nem, mert annyira megrendítő, és annyira igazi, és annyira nincs benne semmiféle ilyen spiribri, hanem így kőkeményen neki kell magadnak állni, hogyha elolvasod, hogy akkor talán annak még nem volt ideje, de most kért, hogy segítsek, hogy ez újra meg tudja jelenni, mert ugye mindegyik mestere nagyon jó kapcsolatom is van, és a mai napig így, mint a szüleiknél így rám szoktak írni, mit kavarok, mit csinálok, hol vagyok, jól vagyok-e, jól viselkedek, és többi. És hát Elivel úgy találkoztam, hogy majd Budapest, Öcsillagos Szálloda, pont jött Budapestre, persze véletlenül, tehát ez az ilyen nagyon csillagúli közel, mert ugye ők amerikaiak, nyilván ott azért más az értéken. És hát én úgy mentem hozzá, hogy ott volt egy papírom, és rajta voltak a papíron az ilyen felkészült kérdéseim, és körülbelül az első kérdésem után így összeomlottam. Mert így a vallásokkal kapcsolatban kérdeztem, és akkor ilyen iszonyú erélyesen így rámézett, és csak annyit mondott, hogy minden vallás méreg. És én így ültem, és így, igen, ezt tudom, de ahogy mondta, vagy ahogy ezt kifejezte, ez olyan szinten megütött, hogy
akkor itt szerintem aztán egy ilyen 5 percet nem kaptam levegőt, amit ő végén kacagott, tehát ő rendkívül örült neki, hogy ilyen szuper hatással volt rá. Sokkolt. Ez a sokk által egy tanítás. És akkor így ránéztem, és akkor így tudtam megnézni, hogy jó, köszönöm, nincs több kérdésem. És akkor azt mondta, hogy oké, akkor most már elkezdhetünk igazán beszélgetni egymással, és akkor ott kezdtünk el beszélgetni egymással, a vele lévő interjú is ugye benne van a könyvben. És hát ami nagyon szép volt, hogy tulajdonképpen egy ilyen nagyon szép gesztusként, vagy kvázi bocsánatkérésként, mert egyébként tényleg nagyon kemény volt velem, tehát arra még én is azt mondtam, hogy örülök, hogy nem négy kézlem jöttem ki az interjú helyszínről, valamiatt ő úgy érezte, hogy ezt kell adnia. Küldött nekem egy személyes videóüzenetet, ahol, amit ilyen engesztelésképpen küldött, és ennek a szövege is le van írva amúgy a könyvben. De látod, ez is a fejlődésedet szolgálta. Igen, abszolút, és én nagyon örülök neki, és én mondjuk én már akkor is nagyon az 5 perc után, tehát ez egy nagyon, nagyon klassz és nagyon szép találkozás volt. Hát akkor most megkérdezem, hogy szeretne valaki kérdezni tőled? Mert azért csak hány helyen jártál? A könyvet? Hát ugye... Hát Indiában voltál. Hát amiről a könyvben írok, ennél sokat jártam, mert itt nem. A nem könyve, csak a könyv alapján, de a tapasztalataidat hát a könyvvel kapcsolatban jártam Izraelben, Palesztinában, Berlinben, Londonban, Párizsban, Indiában, Nepálban nem mentem, mert haza kellett jönnöm, mert Nepálban repülőjegyem volt, de egyébként ez pont akkor volt, amikor az a nagyon súlyos földrengés, tehát még a földrengés alatt ott láttam volna. Úgyhogy ez ott egy elég érdekes dolog volt, hogy engem hazavezettek. És hát ugye voltam Portugáliában, és kb. Azt mondom, a könyvben, mivel a könyvet meghatározták, azok ezek az utak voltak itt. Van valaki, aki szeretne kérdezni? Na. Igen, egyébként én éreztem, hogy csak ez azért volt, mert így visszamentünk akkor arra a sírre. Ugye az volt a kérdés, hogy mi a kivezető út, vagy mi lehet... Mit tudsz nekünk mondani? Mi lehet a megoldás? És ugye abban kezdtem bele, hogy most ezt akkor próbáljuk így nagyon nem spirituális oldalon megközelíteni. Amit én így őszintén és hittel kimerek felelősséggel jelenteni számotokra, az az, hogy az életünkben a legnagyobb nehézséget azok valóban a mintáink, a traumáink, a hozzákapcsolt történeténk és elképzeléseink okozzák. Ez bármikor bármilyen felelősséggel kimerem jelenteni. Ez tudományosan is megalapozott, de hogy akkor mégiscsak maradjunk kicsit a spiritualitásnál, elmennék odáig, majd ugye a másik részében lesz erről szó, hogy nem feltétlenül közöttetek merek erről beszélni, máshol nem mindig, nem merek, hanem nem szeretnék, ezért ide a lélek akár előző élete is nagyon komolyan kapcsolódhatnak, illetve kapcsolódnak. És ezt úgy képzeljétek el, hogy van a tökéletes kis eszencia, a lélek, ami mindezt a fájdalmat, mindezt a negatív energiát egész egyszerűen nem tartalmazza. Tehát ott nincs halál, ott nincs félelem, ott nincs félelem az elvesztéstől. Ez a lélek igazi és valódi eszenciája, ami örök és hallgatatlan. És ezt körbeveszik a tapasztalatok által különböző kis hagymahéjak. Az összes életünket avval töltjük, hogy ezeket a hagymahéjakat megpróbáljuk valahogy lefejteni. Azt gondolom, hogy elsősorban ezeket saját magunk tudjuk lefejteni, de persze nagyon fontos sokszor és sok fázisban az, hogy ehhez mondjuk segítséget vegyünk igénybe.
Itt nagyon fontos a józanság, például a segítségkérésnél, és nagyon fontos, amit én úgy nevezek, hogy spirituális realitás. Tehát, hogy egész egyszerűen nem fogad el azokat a terápiákat, azokat a válaszokat, amik még inkább a te hitrendszereidet szeretnék megerősíteni. Most mondok itt egy példát, hogyha egy terapeuta azt mondja neked, hogy XY hibás azért, hogy te rosszul vagy, akkor tuti nem mondja meg a frankót. Tehát, hogy ez így 1000%, hogy így van, mert nem ő a hibás azért, mert te rosszul vagy, hanem azért, hanem te magad ítéled meg úgy azt a helyzetet, és te magad vetítetted ki saját magad számára ezt a valóságot, és ez nem azt jelenti, hogy nincsenek erkölcsi normák, és nem kell korrektül viselkedni a másikkal, ugye a másik ilyen veszőparipám, hogy így hagyjuk már azt, hogy folyamatosan felmentünk mindenkit. Tehát, hogy így a nők felmentik a férfiakat, a férfiak felmentik a nőket, és hogy folyamatosan igyekszünk felmenteni egymást, és folyamatosan azt gondoljuk, hogy így vagy a másik a hibás, vagy önmagunk vagyunk a hibások, nem, itt senki sem hibás. Az van, hogy megyünk az úton, próbáljunk meg józan észre gondolkodni, és felveszünk magunkra mindenféle olyan dolgokat, ami elkerülhetetlen volt az életünkben. Bizonyos esetben igen, elkerülhetetlen volt az, hogy a volt párunk, vagy az apánk, vagy az anyánk, vagy a barátaink bántsanak minket. Az életünk szempontjából ott azon a ponton, ha visszagondolunk rá, akkor teljesen felesleges rágódni azon, például, hogy én mondjuk egy bántalmazó kapcsolat áldozatává váltam. Tehát ott azon a ponton, amikor felismerted, kimerted ezt mondani, akkor már nem az a lényeg, hogy azon rágjuk magunkat, hogy ez ott abban a helyzetben miért történt, hanem az a lényeg, hogy hogy oldjuk meg, hogy oldjuk fel magunkban, és ebben még az is belefér, hogy végig megyünk azon, hogy a másikat hibáztattuk, hogy belehaltunk, hogy fizikailag, lelkileg, akár minden, hogy felismerjük, hogy igenis hatással volt rá ez a dolog, és megnyomorodtunk tőle, de onnantól fogva, hogy ezt felismerted, onnantól fogva egész egyszerűen engedd el ezeket a történeteket. Engedd el ezeket a történeteket az életedből, mert most itt, ebben a pillanatban nincs ez itt. Nincs az, hogy mi volt, és nincs az se, hogy mi lesz. Tehát semmi ilyesmi nincs. Egész egyszerűen állj neki magadnak, menj neki ezeknek a falaknak, mert leülni, mert kimondani azt, hogy igen, én 10 éve egy bántalmazó házasságban élek. Miért élek ebben? Tök reális kérdéseket tegyél föl magadnak. Akarok-e ezen változtatni, vagy már annyira az életem részévé vált például ez a dolog, hogy én tulajdonképpen nagyobb félelmet érzek attól, ha ezen változtatnom kéne, mint attól, hogy mondjuk ebben a dologban benne maradjak. Mindig mindenen akkor fogsz változtatni, ha egy eleget van magadból, és elviselhetetlenné válik számodra az a dolog. Onnantól fog, vagy addig, amíg számodra nem elviselhetetlen valami, addig úgyse fog semmit csinálni. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy igenis ez az út, hogy önmagaddal dolgozz, ha kell, vegyél igénybe segítséget ezért ebben a dologgal kapcsolatban, de legyél reális. Tehát ne higgy senkinek, te annak higgy, amit érzel a benned lévő zsigeri dolgoknak. Fogod tudni, hogy ki a te terapeutád, fogod tudni, hogy ki a te segítséged, fogod tudni, hogy mi az igaz szó, ami valóban jobb irányba viheti az életedet, vagy egy élhetőbb irányba viheti az életedet. Mindent fogsz tudni, csak bízz végre magadban. Igazából ez az út, nem tudok nektek ennél többet mondani. Hát tulajdonképpen, nem, amikor ezt az összefüggést meglátod, akkor válasz felelősséget. Tehát amikor rálátsz, hogy te vagy a
nem azt mondom, hogy az oka, de végülis rajtad múlik az, hogy nem hogyan... kell, hanem az, ahogy szemléled a dolgokat. Ezért mondtam azt, hogy... De akkor vállalod át a felelősséget önmagadra. Igen, felelősséget önmagadért, és azért, hogy te valamit akartál ezzel a dologgal. Tehát ha te nem akartál volna valamit ebben a helyzettel, akkor nincs az Isten, ami téged ebben benne tartott volna. Tehát azért fontos ezeket a dolgokat így tisztázni saját magunkkal, és nagyon fontos az is, ez nem azt jelenti, hogy fel kell másokat menteni, ezt így mindig nagyon szeretem hangsúlyozni, mert hogyha valaki mocsok módon viselkedik fel, akkor az mocsok módon viselkedett. Tehát ezt nem kell megmagyarázni abban, hogy mert előző életünkben mi volt, meg hogy jaj, szegénynek a traumái, meg a mintái, meg a nem tudom én micsoda. Igen, ott vannak a traumái, meg a mintái, de nekem is ott vannak. Tehát, hogy így ne legyen már az, hogy ilyen szinten felmentünk valakit, mert egyébként nagyon-nagyon sokszor azért nem tudunk tovább haladni, például az emberi kapcsolatainkban, mert valamilyen ilyen ki nem egyenlített játszmezés folyik kettőnk között, vagy többünk között, mert ugye ez a családok dinamikájára is nagyon sokszor jellemző. Igazából a munkahely, meg minden emberi kapcsolat szempontjából mind ugyanabban vagyunk. Tehát alapvetően nincs különbség ezekben a dolgokban, és mindannyiunknak ugyanaz az út. És kérdezték itt egy hölgy, hogy de hát mindenki eljut-e ide, meg hogy mi van akkor, hogyha valaki mondjuk elkezdett dolgozni magán, de annyira soknak érezte, vagy annyira erős volt ez számára, hogy ő úgy döntött, hogy neki jobb az az élete, amiben abban van. Nem kell mindenkinek itt ezeket a dolgokat megoldani. Tehát senki sem mondta, hogy akkor itt akkor most mindenki egyszer csak így feladja ezeket a dolgokat, végre egészséges lesz, boldog lesz és nevetni fog. Nem, hát vannak nem a sokan, akik szenvedni akarnak. Tehát ezt is el kell fogadni. Az a lényeg, hogy belekeveredsz a dolgokba, vagy képes vagy őket külső szemlélőként megfigyelni. Külső szemlélő legyél a saját magad dolgaival is, ugyanis azok a dolgok valójában nem a te lelkeddel történnek. A te lelked az állandóval rohadtul soha nem történik semmi, az tökéletes eszenciája a teljes szeretetnek, örömnek és békességnek. Ami veled történik, az a te kivetített valóságod, annak nincs közel a te igazi valóságodhoz. Úgyhogy pont ezért azt gondolom, hogy, és ez egyébként a legjobb példa talán a halálfélelem kérdése. Ugye a halálfélelem az milyen mélységesen, milyen érint mindannyiunkat, hogy mennyire félünk az elmúlástól, azért, mert nincs kapaszkodónk. Nincs kapaszkodónk abban, senki sem mondta meg nekünk, vagy senkivel sem tudtunk beszélni, aki visszajött volna és azt mondta volna, de legalábbis amit a mi agyunk mondjuk elfogadott volna, és beszámolt volna arra, hogy akkor ott mi van. De vannak dolgok, amiket nem lehet elmondani, vannak dolgok, amiket csak érezni lehet, és neked az az életed feladata, hogy megérezd a határtalanságodat és a te halhatatlan minőségedet. És onnantól fogva, hogy te megérezted a te halhatatlan minőségedet, nincs az az esemény és nincs az a dolog, ami téged ki tud mozdítani. Be fognak kapcsolni az ösztöneid, be fog kapcsolni az agyad, be fog kapcsolni egy csomó mindent, amit testelme szinten tapasztaltál az életedben, de ez valójában a te igazi minőségedet nem érinti. Tehát ugye, akkor itt visszatérek arra, hogy és miért mész oda, meghalhatsz, és akkor maximum meghalok. Tehát, hogy nem mindegy, hogy ezt az ember kimondani tudja-e, vagy valójában éli. Nem tudom megmondani a pontos utat, mert mindannyiótok útja egyedi. Van, akinek ezt az utat nem is kell végigjárni. Van, aki nem akarja ezt tapasztalni.
van, aki igenis abban a berögzült mintában érzi magát biztonságban, ezt el kell fogadni, nem kell ajtókat két kézzel döngetni, amit nem nyílnak ki, saját magunk felé sem. Úgyhogy mindenki is saját. Tehát rendben van úgy, amit én is így gondolom, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, de itt most lehetőség van arra, hogy meglássuk, hogy te hogy látod a világot. Igen. És akkor így mindenki eldöntheti magában, hogy ő melyik vonalat képviseli. Igen, de nem kell senkit megerőszakolni, hogy másként lássa a világot. Igen, nyilván én is tartok egyrészt terápiák, vagy segítő feladatom van, illetve tartok előadásokat, tehát ugye nyilván ott megvannak a feladatok, ahol összeszedettebben, koncentráltabban igyekszem a hozzám fordulókat segíteni, de azt hangsúlyozom, hogy nem tudok és nem is akarok soha mást tenni, mint a saját példámmal segíteni másokat, mert azt gondolom, hogy ez a legtöbb, amit tehetek. Nagyon köszönöm. Én köszönöm. Hogy beszéltél nekünk.